Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, srácok, itt az ideje, hogy gorcsó alá vegyük a Battlefield 5-öt. Ugye a játék már kint van azért legalább két hete, azoknak, akik a különböző Premium Editionöket vették meg, és már azóta játszhatnak a játékkal. Ez egy kicsit unfair lépés volt az Electronic Arts részéről, de ez van. Itt az ideje, megnézzük, mennyit változott az Alpha óta a játék, az Alpha óta játszom, ugye mondhatni a játékkal, mert ott voltam a teszten, a béta óta mennyit változott ez az egész dolog, és általánosan hogy látom a játékot, igyekszem nagyon objektívnak lenni, és külön választani az érzéseimet, amit tapasztaltam attól, hogy a mi valójában ebben a játék, és azt hiszem nagyon jól fog sikerülni, mert nagyon-nagyon. Uh, hogy is mondjam, rögösen indult a Battlefield 5 utam, konkrétan egy egész éjszakát így végigjátszottam vele, és azon egész éjszaka alatt egészen hajnalig egyetlen egy nyert játékom nem volt. Uh, tehát valahogy mindig úgy alakult a, a, a csapatom, hogy egyszerűen egyetlen egy nyert játékot nem sikerült uh, hozni. Rohadt ideges voltam, de ettől függetlenül egy-két nagyon jó dolgot észrevettem a játékban, és persze rosszat is. Mind a kettőről fogunk beszélni. Van itt nekem egy lista, készültem felírtam, hogy mit uh, tapasztaltam pozitívumnak. És első, és talán az egyik legfontosabb, amit kiemeltem az alfában, illetve a bétában is, hogy az újraélesztés nagyon lassú, és megakadályozza a játéknak a tempóját, és emiatt ugye hajlamos az ember rosszabb teljesítményt csinálni, hogy így, így, így nem vagy benne a játék ütemben, a játék menetben. Na most az újraélesztésen, az újraéledésen az időt nagyon lecsökkentették. Még mindig hosszú, de már nem hosszabb, mint az előző battlefield -eké. Sokkal gyorsabban tudsz beéledni, hogyha nem élesztenek újra, és ez fantasztikus. Tehát végre úgy éreztem, hogy elértünk abban a a játéknak, ahol nem, nem akadály, ha meghalok, abban, hogy a játék tempót ne tudjam utána felvenni, mert gyorsan újra tudok éledni, és a pozitívum, ugye, a társakra tudsz újraéledni, és azáltal, hogy a társadat nézed, így hogy is mondjam, nem veszted el a játék ütemét, és nem veszted el a képet, a, a, hogy is mondjam, a tervezett útvonalat, amit akartál, tehát hogyha a társad közelében vagy, és ott haltál meg, és újra kell éled, azzal, hogy nézed a társadat, még láthatod az ellenfél mozgását, vagy hogy hol lőnek, és hogy be tudsz-e éledni, vagy nem. Ezzel, egy, e, ezzel ellentétben nagyon veszélyes a társadat, csakra éledni, mert hihetetlenül könnyen lelőhetnek, jártam úgy le leélettem a társamra boom headshot straight, tehát nincs spawn protection, vagy ilyesmi ahogy leéled, úgy halsz, azzal a tempóval, szóval um, ez benne van sajnos de végre, és ez egy nagyon jó dolog, ugye gyorsabb az újraéledés is, gyorsabb a társak felélesztése, és ezért egy pozitívunkat fogom kiemelni, gyors, hogyha medikként élesztesz fel újra mindenkit, úgyhogy ez nagyon jó. A társak felélesztése pedig ahhoz vezetett, ahhoz vezetett, hogy sokkal jobban akarnak az emberek feléleszteni. És hogy és őszintén veled, ennyiszer feléleszteni, én még, tehát ennyiszer még soha nem élesztettek föl egy Battlefield játékban, mint ebben. Egyszerűen vo volt, volt, olyan köröm, tehát annyira szarul ment a játék, volt olyan köröm, hogy legalább tízszer haltam meg. És ránéztem a statomra, és volt egy izé, 14 nullám. És mondom, mi a pöcs van itt? Ja, hogy fölélesztettek. 14-szer legalább, egymás után. A társaim, a medikek, minden. Azt hiszem az, hogy a társaidat a squadon belül fel tudod éleszteni, valahogy egy kihívást ad, legalábbis én azt éreztem, hogy egy ilyen kihívást éreztem, hogy ledaráljak minden ellenfelet ott, és még odaérjek időbe, hogy felé leszem a társamat. Hatalmas, hatalmas pozitívum és pacsi és puszi a, a DICE-nak, hogy, hogy ezt kitalálták, és, és ez, ez jót tett a játéknak. Lőszer hiány gondja megoldódott, mondhatni így. Nagyon-nagyon ritkán fogytam ki a lőszerből. Minden ellenfél, akit lelőttem, dobott lőszert. Ugye a társait felvehetik előled a lőszert, tehát még mindig nem lehet az, hogy össze-vissza lövöldözöl, mint az őrület de nem áll fent már a veszélye, hogy olyan gyakran kifolyok a lőszerből, mint az alfában és a bétában volt. És ez kurva jó, megint csak nem akadályozza meg a játéktempót. Le a kalappal, Végre, tehát azzal, hogy mindenki, minden legyőzött ellenfelet dob lőszert, az nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a játék aktív és, és megőrizze a tempóját. A másik kiváló és nagyszerű dolog megakadályozza a kempet. Igen, fognak kempelni, de csak egy darabig. A lövés annyira nehéz ebben a játékban, hogy nem éri meg kempelni. Nem tudsz, tehát a, az asszolt fegyverekkel, tehát konkrétan vegyük, a sznájpereken kívül semmire nem tudsz nagyon kempelni távolságban. Nem úgy, mint Battlefield 1-ben, a pálya végébe, előveszed a izé, light machine gun és átlősz a pálya a másik végében, egyenesen mennek a golyók. Nem, itt ez most végre senki nem tudja játszani. Kempelhetsz ideig óráig, aztán kifogysz a lőszerből, és kénytelen vagy mozdulni. És kifogyott lőszerrel bemenni olyan helyekre, amit eddig kempeltél, hogy te lőszer az nem fog menni. Tehát szóval a játék megy. Tehát nincs olyan szintű camp, mint a Battlefield 1-ben, BF4-ben volt, BF3-ban bárhol. Nincs az, hogy lőszert folyamatosan tudják adagolni maguknak. És ugye az, a, a, support class, az tudja magának folyamatosan adagolni a lőszert, de adva, hogy a, hogy a, a nehéz a lövés, és össze-vissza mennek a golyók, így aztán inkább, inkább nem kempálnák, hanem mennek és rassolnak, és játszák az objektívot. Ebből adódóan az, hogy az objektívat játszuk, a célt játszuk, egy conquest-en conquest és nem kempelünk, olyan játék élmények alakultak ki, amik tehát szinte, szinte minden egyes játékban, amiben benne voltam, kiegyensúlyozott végeredmény lehet. Olyan, olyan végeredmények, hogy kettő tikettel nyert az ellenfél, vagy kettő tikettel nyertünk mi, 18 tikettel. A legdurvább, ami volt, bekerültem egyszer egy olyan csapatba, hogy 300 tikettel nyertünk, de az egy olyan csapat volt, hogy így foglalni embereket még nem láttam. Tehát nagyon-nagyon durva. És az volt a leg legdurvább, eh, hogy is mondjam, nyerésem tiketekben, mert minden másik tiket, 100, minden másik játék száz tiketnél nem volt nagyobb, hogy őszinte legyen. Ezt úgy mondom, hogy, hogy random. Ezt úgy mondom, hogy random, tehát nem egy csapattal mentem és fókuszáltan toltuk, hanem random arcokkal, ugye random szerverem, bla Bla, bla. És és nagyon kiegyensúlyozottak voltak a játékok. Megspékelve azzal, hogy a vesztő, vesztésre álló csapat gyorsabban tud foglalni, mint a nyerésre álló csapat, és ezáltal ugye sokkal jobban kiegyensúlyozza a játékot, hogy nagyon-nagyon durván vissza tud jönni a vesztésre álló csapat, hogyha akar. És ez tényleg éles helyzetekre és éles játékra uh, ad lehetőséget, ami kurva jó. Ugye emel lövés rendszer miatt egy nagyon jó balansz van a rás és a taktika miatt. Egyelőre én még úgy játszom ezt a játékot, mint a Battlefield egyen játszanék. Van bőven lőszer, a fegyvereim nyíle, nyílegyenesen lőnek, mitől kell félnem. Lassan-lassan kezd bennem tudatosulni, hogy ez nem úgy működik, mint a Battlefield egyben. Szóval, itt tudnod kell célozni, tudnod kell lőni, és ezért kénytelen vagy, le, le kell egy kicsit lass, lass, is, meg kell gondold, hogy befutsz a öt ellenfél közé, tud lőni őket, vagy sem. Két méterről mellé lőhetsz, mert egyszerűen olyan szinten el kell szórni a fegyveret, hogyha ráfekszel az egér és egyszer csak megfordul az ellenfél, <háha> nézd már, itt egy hülye megöttem, szóval nagyon-nagyon durván meg kell tanulni célozni, és imádom emiatt, imádom, mert végre skill alapú lett a lövés tény, hogy az egészet újra kell tanuljam a Battlefield 1-nek a, a furcsasága óta de, de imádom. Tehát az érzés az, amikor lelősz valakit, vagy lelősz kettő, vagy három embert, és, és, még mindig életben vagy, mert, mert hogy ugye meglőnek, és nem töltödik vissza az élet, és mindig életben vagy, mert csak azért, mert jobban tudtál célozni, mint ők. Mindennél felemelőbb. Ez hiányzott nekem nagyon régóta, amit utoljára egy kod Hülye hangzik. Egy Codnégyben és egy MV2-ben tapasztaltam egy Codnégyben, ahol egy tárból akár öt embert is leteríthettem, és még mindig életben voltunk. Egy MV2-ben, ahol kettő-három ember volt egy tárban, és még mindig életben maradtál, és az egész csak annak volt tudható be, hogy jobban tudtál célozni, mint a másik. Bírjátok még, bírjátok még, remélem eljutottatok ideig, mert még nem vágtam bele a negatívumokba. Sniper gameplay uh, egyszerűen tök jó, látszik, hogy nagyon sokat tanultak az előzőekből, de valahol egy átment a BF4 és BF1 között. Mire gondolok itt? A golyóejtésre leginkább, ami nekem itt ebben a játékban speciál nagyon tetszik. Szóval a golyóejtés közel és közép távon az szinte semmi de amint távolra kerülnek az emberek, már egy fantasztikus golyóejtést kell csináljál ahhoz, hogy eltaláld az enemét, és ez kurva jó. Tehát, mondom ezt a háromszoros kóppal azért. Hozzá kell, hogy tegyem, mert csak azt próbáltam eddig. De ez nagyon-nagyon ez tetszik. Ja, és fejes lőzt, vagy semmit. Tehát, a Lee-Enfield egész gyorsan tud lőni, hogy őszinte legyek. Szóval nem gond, hogy a kettőt kell lőni, de ez a Lee-Enfieldről beszélünk. Valószínűleg a Kar 98 is valószínűleg olyan lesz ismerve az töltési mechanikáját. De... Eddig a sniper játékot nagyon élveztem, egy, egyszerűen elképesztő köröm volt, köre im voltak a sniperrel, és amint ráéreztem a ejtést és milyen távon kell szinte nyílegyenesen lőni, és milyen távol kell golyót ejteni, nagyon-nagyon um, jó körek, uh, körök, születtek, de az ele elején meg volt ez a kis kihívás, hogy jé, itt nem, itt nem kell lőni egyik pálya végéből a másik, mint a másikban a Battlefield 1 -ben. Nem, ez itt már nem így működik. Itt tényleg egy kis etés van, és végre visszatértünk ehhez. És térünk egy ilyen utolsó pozitívumomra, kurvára tetszenek a kozmetikumok. Tudom, hogy így lényegtelen egy bizonyos szempontból a játékban, de, de jó tesz, és jót tesz. Csak ott kaptam magam, hogy nézegettem, milyen fegyverszkineket akar rárakni a fegyverekre. És hát tök jók, jól néznek ki, jó a koncepció, a fegyverek fantasztikusak. És az, aki azt mondja neked, hogy ez egy BF1 kopi grafikai szinten, az nem tudja, hogy miről beszél. Ez egy olyan nyílegyenes upgrade, a BF1-hez képest, hogy úristen, gyönyörű a játék, gyönyörűek a pályák, nagyon komolyra meg vannak csinálva. És ezen tettve a pályák taktikusan vannak elosztva, kurva jó rajtuk a gameplay egyszerűen annak ellenére, hogy zsinórba vesztettem a játékokat, legalább 20 játékot játszottam, 20 játékot vesztettem el, annak ellenére nem tudtam ezt, azt mondani erre a játékra, hogy a pályák szarok, azt sem tudtam volna azt mondani, hogy szarot a csapat, szarot a csapat, tök mindegy, a másik csapat jobb volt, de nem tudtam azt mondani, hogy nem tudtunk comeback csinálni, tehát így veszített a csapat legalább 200 tikettet, de a játék végére kiegyenlítettük 10 tiketre a pályák jól vannak elosztva, ugye, a, a, ahogy fogynak a, a, a tiketek, az, az, jobban van elosztva, és, és így, ha lelőnek, azt nem tudom azt mondani, mert hogy olyan a pályaszerkezet, hogy, hogy tudom, hogy ott kempel, és, 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 és azzal nem tudok semmit sem csinálni, mert onnan kilőhetetlen. Szóval egyszerűen csak azért, mert nem is jön a pályád, nem tudom még, hogy kell hátba kerülni az adott dolgokat. Szóval a pályákra nem, nem tudok panaszt mondani így az első nyolc pályára. Tök jók. És, és, és gyönyörűek. Kurva szépre meg vannak csinálva. Na jó van, gyerekek, ott járunk, hogy 13 perc pozitivitás. Mi kell még egy játéknak, ugye? Na, de... Hát srácok, remélem, hogy eljutunk odáig, hogy megnéz, megnézitek -e idáig, legalább eljutottak megnézni a videót, mert akkor most jön a fekete leves, ugye? Abból kiindulva, hogy mennyire gyönyörű a játék, és mennyire szép a pálya, annyira dús és grafikailag intenzív, és ezáltal az emberek nagyon be, be tudnak olvadni az elefeket, nagyon be tudnak olvadni a környezetbe. Állítólag a kozmetikum ruhák nem olvadnak be a környezetbe, tehát hogyha felveszel egy fehéret, egy fekete is környezetbe, akkor ki fogsz villogni, és látszódni fogsz, de ki az a hülye, aki ezt fogja tenni, és ennek következtében, nagyon beolvadnak az emberek, és nagyon kikennyisd a szemedet, hogyha full grafikán játszol, egy, egy 1080-on 10 játszok, 90 fps-t el tudok érni, uh, high, medium, low, uh, és ultra beállítások között, mert persze megpróbáltam úgy beállítani, hogy jó legyen uh, nekem, hogy lássak valamit, és az effektek ne égessék ki a szememet, És emiatt, de mindegy, az emberek még mindig be tudnak olvadni a környezetbe, és ez problémát tud jelenteni ebből a szempontból. Írtam egy listátám a hülyeségekről is, amit tapasztaltam benne. Bagok, check. Nem lenne egy Battlefield Game, szóval ne lepődj meg, ha megveszed a játékot és bug, nem bugmentes. Oké, okay. bagok, check. Petchek jönni fognak, tudjuk már ezt. Uh, halál a fal mögött, check. Tehát még mindig vannak net gondok, Be megesik. Az, hogy nem működik rendesen a cam... bassa az egy adat, amikor belelőnek, és nem tudod, hogy honnan kemped ki a sniperes? check. Uh, rengetegszer volt ilyen, hogy a francba történt ez pillanat, és hol a francban lőttek le, mert egyszerűen a rosszul működik a kilkem, és nem tudsz felkészülni arra, nem látod, hogy hol volt az ellenfél, és hogy mit kellene igazán elkerüljél Szóval, kurva idegesítő menü, és a tény, hogy nem lehet fegyvereket váltani, perkeket váltani, vagy nem lehet perkeket váltani a fegyvereken játék közben, anyátok, csek. Szóval, uh, ez, ez nem is értem, hogy miért nem lehet, hát, hogy egy normális ember. Érted? Kozmetikumokat válthatsz meg de perkeket nem. What? Miért? Miért? A Time to Kill TTK, ugye, az kicsit gyors. Uh, és inkább Time to Kurva gyorsan meghalsz. Uh, inkább így mondanám, mert amikor lősz, nem érzed olyan gyorsnak, nem esnek olyan gyorsan, de amikor halsz, akkor egy horsan esel, időd nincs rehagálni egy fingra se. Tehát így golyó halott. Tehát ennyi, ennyit látsz képen jön. Hogy őszinte leszek, számomra ez nem akkora nagy gond. Időnként úgy, úgy voltam vele, hogy frusztráló volt, hogy ó, oh, meg. De lehet, hogy berakom a mindegy kategóriába, de akit zavar az, hogy gyorsan hal, az ne játszon ezzel a játékkal. Mert kurva gyorsan halsz, és nem fogod tudni sokszor honnan jött a golyó, főleg úgy, hogy még a kilkem nem működik rendesen. Egy kurva erős gép kell hozzá? Check. Szóval, mint mondtam, 1080-nal uh, 1080 a gépembe... Um, elértem 80-90 uh, FPS-t, a Battlefield 1 ment 120 és 150 között. Szóval check. Ha én azt mondom, hogy 10 nél már egy kicsit nézni fogod a képernyőt. Egy 10 esed, ha 10 ed van a, a gépedben, szerintem 1080p-nél semmi gondod nem lesz. Meg se próbáljátok a 2K-t, amíg szerintem egy 10-70-es nem fut a gépbe legalább, ahhoz, hogy vagy, hogy, mit tudom én, egy high grafikán játszatok. Szóval futni fog ez ilyen gép gépeken is, de le fogod venni a, a, a grafikát. És ha high beállítások akarsz játszani, szerintem jó, 10-50 fog kelleni, és akkor is csak 1080p-be, úgyhogy uh, wow, na, uh, tényleg erős kell hozzá. A másik dolog, Készüljetek fel arra, hogy kőkemény formulás lesz, mivel hogy a fegyver kozmetikumok, és plusz ugye a perkeket is meg kell vásárolni, és mindezek drágák, és egy meccs alkalmával kurvára nem fog sok pénzt keresni. A, pozitívum az egészben, hogy kénytelen leszel a challenge csinálni, mert azok adnak extra ilyen kreditet, amiért meg tudod venni a perkeket, illetve a kedvenc kozmetikumokat, de van áruk. A pozitívum továbbá az egészben, hogy nem lesz TLC, nél nincs mikrotranzakció, apja, anya, kínja, bár biztos lesz valamiféle mikrotranzakció, vagy nem figyeltem még, unik, unik nem is izgat, hogy őszinte legyek, szóval. De, de, minden ilyen kozmetikum részleg jól néz ki, de, jó kis formulásra fogsz elébe nézni, ami nem baj, játékidőt ad, így is nézhetjük. Srácok, ez lett volna a Battlefield 5 értékelőse, ti döntitek el, nekem végső soron azt mondanám, hogy 10-ből 10 8, 10-ből 9, így értékelném. Mint mondtam, annak ellenére, hogy <laughs> zsinórva került ebbe vesztes játékokba, annak ellenére élveztem, amit csináltam, és így értékel, már nem az újdonság élményéről beszélünk itt. Volt már egy pár battlefield már túl vagyok, pár shooter játékon már túl vagyok, és egyáltalán nem az volt, hogy, hogy az újdonság élménye is varázsa. Nagyon kritikus szemmel néztem, hogy mit fejlődött az alfa óta a játék. Nem szeretném hasonlítani semmilyen másik játékhoz, ami odakint van, mivel hogy önmagához hasonlítottam, és a fejlődéshez ugye, amit az alfa és a beta óta elértünk, és azóta nagyon sokat fejlődött, nagyon pozitív irányba, és így minden hibájával együtt, ami jelenleg benne van a játékban, és amiről tudom, hogy javítani fognak rajta, innen tovább egy évig, de tudom, hogy javítani fognak rajta, és ezek a hibák eltűnnek, és, és hosszú évek óta ez egy, ez egy kimunkált Battlefield, és látszik, hogy végre nagyon sok tapasztalatot merítettek az előző Battlefieldekből, és csupa, a csupa jó dolgot összerakták ide, mondhatni így, és egy tök jó kiegyensúlyozott játékot csináltak, úgyhogy Battlefield fanok, akik szerették a Battlefield-et, és szerettik a Battlefield-et, jelen pillanatban szeretni fogják ezt a Battlefield-et. Ez a Battlefield jó. Ha nem szereted a másik világháborús koncepciót, akkor sajnos lemaradsz róla, mert nem szereted, unod, vagy stb. De én például unom a másik világháborús koncepciót, viszont tetszik a játék. És, és az, hogy szerettem a betörfélet, és sokat játszottam vele, uh, ráerősít erre, és, és, és nem tudom, én élveztem, ez van, élveztem a játékot és kész. Uh, szóval én örülök, kivételesen azt hittem, hogy meg fogom bánni, hogy előrendeltem ezt a játékot, és az idei évben uh, ez az első játék, amit nem bántam meg, hogy előrendeltem, nem, mint hogyha sokat előrendeltem volna, hogy őszinte legyek. De ezt nem bántam meg, hogy előrendeltem. Ez most jó sikerült. Dice nyelbe ütötte, és ez egy tényleg egyenes upgrade az előző betőfieldekhez képest. Nem csak grafikailag, de gameplay téren is. A bagok -ok meg hát a tipikus Battlefield bagok -ok benne vannak. A tipikus battlefield -ok benne vannak még. Ez mit tudsz csinálni? Ki fogják javítani? elő vagy utóbb. Srácok, nagyon köszönöm a figyelmet. Hashtag macska Eljutottak, eljutottatok idáig? Uh, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel, a Discord szerverünk bárki számára elérhető, lehet csatlakozni halál nyugodtan. Kérdéseket, válaszokat, kommenteket a videó alatt várom, vagy Facebookon, kinek hol tetszik. Köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ezt a játék.